Na sziasztok, én SuperAlex 02 vagyok, és ma újra lenne egy videó, egy Silver Club élet, és ma bemutatnám a szerencsejátékot, ugye. Ez a kaszinó helyett lett megcsinálva, mert a kaszinó láttuk, hogy nem is használjátok annyira, nem is érdemes használni, mivel hogy buksz csak rajta, azt gondoltuk, akkor jó, találjunk valami újat ki helyette, azt ez a szerencsejáték hasonló, ugye a milyen? Na, kaszinóra. Szóval üdvözlök a szerencsejátéknál, ez cségó ládákról szól. Szóval tudsz cségó ládákat nyitogatni Minecraftba. Értitek? Cségó ládákat. Na, aki nem ismerné a cségót, az egy lövöldözős játék, de szerintem manapság már mindenki ismeri a cségó játékot. Na szóval, cségó ládákat bírsz nyitogatni, és azokat tudod eladni. Igen, ez igaz, mert tudod ugye adni a NPC falusiaknál, vagy át tudod trédeni egy könyvre, bocsánat, és el tudod adni a könyvet. Na, bocsánat, ja. Szóval két könyvet tudsz egy darab ládát venni, szóval magyarul 5000 dollárba kerül egy darab láda, de majd meglátjátok, hogy simán vissza tudjátok szerezni. Szóval ezeket a maximum elolvassátok, ha akarjátok, én elmagyarázom úgyis majd a dolgokat, szóval. Ja, ugyanúgy ötféle kopás szint van, mint Cségóba, ugye? Szóval kevéssé használt, értitek? És hatféle dolog van, szóval van a kés, ugye, és gyémántkard, vaskard, és ugyanúgy be van állítva a színek, szóval mondjuk ez a világos kék, ez az a leggyengébb, ugye? Alapból azt hiszem a fehér a leggyengébb, de itt nincs fehér, szóval nyissuk ki, nézzük, hogy mit kapunk. Teljesen ugyanolyan az animációja amúgy. Viseltes. Fakard viseltes. Szóval most ezt el tudnánk adni itt két könyvért. Szóval már visszakaptuk az árát az egésznek, ha meglátjuk. Nem, még nem kaptuk vissza. Ja, nem kaptuk vissza, mert 2000-et kap. Szóval ezzel most buktam, ugye. De most megnézve, mondjuk egy kevéssé használtnál már egy fakard már 4000-et ér, ugye. Kőkard meg már visszakapod ugye árát. Most egy párat fogok itt nyitogatni. Annyi is ideges te ebbe egészbe, hogy így egyesével kell bepakolni maximum. Na, így ni. Neked lehet stackkel, de nem. Jó. Megnézzük, hogy mit nyitunk éppen most. Na, kevéssé használt, gyerünk. Oké, szóval ezt már el tudjuk adni 8000 dollárt. Szóval látjátok, hogy már profitot szereztünk. Book. Hát én nekem most semennyi könyvem nincsen. Book nem lehet spamnolni. Bazd meg. Na, álljatok. Csak megírom gyorsan neki. Robotka, a Skype PVP-n nem lehet perspawnolni, hanem a Skype PVP-spannyán tudsz táblával. Na. Szóval, mi van itt még? Háború tépászta. Na ez szerintem ezzel pont, hogy vissza fogom szerezni az árát, nem? Ja. Így. Hát. Na jó. Ezeket a playereket mindig is utáltam, akik nem értik meg. Akkor menj a PP spawnra. Sem mit mondjak. Gyári új vaskard, azt hiszem ezt mennyit lehet eladni? 8000-ért, na szóval ezzel már szereztem egy csomót. Na vissza is jöttem, csak megbeszéltem azzal a gyerekkel a dolgot. Szóval, ja, még nyitok pár ládát, elmagyarázom, meg megmutatom, hogy hogy van még ez a rendszer, azt akkor igazából ennyi lenne ez a videó, mert nem szántam olyan hosszúnak. Háború tépászta. Nagyon. Na, gyári új. Szóval, megy háború tépászta, ups. Ja, szóval. És egy gyári új. De már 9000. Maximum amúgy 10000-et lehet szerezni, amíg nem mondtam volna.
Ja már. Ezt komolyan látom, hogy itt pénzt szerezni. Na azt mondja, hogy veszünk mondjuk ennyi könyvet. Na gyerünk, gyerünk, gyerünk. És akkor ez így négy láda. Így. Nézzük. Oké, viseltes. Ó, azt hittem ki is lesz legalább. Visel, nem rossz. Mi az gyári új? Kés kevéssé használt. Na ez már tetszik, szóval... Kettő viseltes. Ezzel szerintem semmit nem kerestem. Ezzel meg plusz egy profitot. Gyári új. Ez mind a kettő gyári új. Nem kell vissza használt. Úristen. Na ezzel meg lehet gazdagodni, csak kell ugye pénz az elején, hogy tudja ládákat nyitogatni. Így venni, bocs. Szóval szerintünk, legalábbis szerintem még ugye, hogy ez sokkal jobb lett a kaszinó, mert sokkal jobb lett, mint a kaszinó, meg egyedibb is lett. Nem mindenhol, tehát nem is láttam olyan sok szerint kaszinót, de ezt még sehol nem láttam ugye ezt az ötletet. Hát igen, szóval ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, gyertek fel, próbáljátok ki. Szerintem nektek is tetszeni fog, tök lájk is, hogy mit fogsz kapni, mit nem. Későbbi évben meg több láda is lehet, lehet majd venni, nem csak egyfélét. Szóval, ja. De arról csinálok úgyis majd videót, szóval nem kell félni. Na mindegy, ennyire tudom ez a mai.